Slakta Margit szerzetes nővér az első országgyűlési képviselő életét bemutató kiállítás nyílt a Budapesti Terrorháza Múzeumban. A kiállítás kurátora Baconi Dorottya, a 20. század intézet igazgatója van itt velem telefonon. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az a címe, hogy a legmodernebb magyar nő. Miért ő a legmodernebb? Azért adtuk ezt a címet, mert Slakta Margitnak az egész életútja valójában a modernitást tükrözi. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ő milyen ügyeket karolt fel élete során, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nagy éleslátással ismerte fel a saját korának a legégetőbb kérdéseit, legfeszítőbb kérdéseit. Ugye, amiért ő nagyon küzdött és nagyon bátran harcolt, az egyrészt a szociális ügyeknek a képviselete, másrészt pedig a női jogoknak a képviselete, és hát, hogyha megnézzük a két világháború közötti időszakot, ugye említette ön is a bevezetőben, hogy ő volt az első női magyar parlamenti képviselő az országgyűlésben, akkor az, hogy ő ezeket felismerte, hogy ez a két téma mennyire jelentős és fontos a világháborút követő időszakban, és ezért mennyire karakánul és kompromisszum nélkül kiállt, az azt hiszem, hogy mindenképpen az ő modernitását tükrözi, és emellett pedig azért az nagyon fontos látnunk, hogy ő egész életében a krisztusi szeretet parancsának engedelmeskedve, és azt, mint egy vezérlő csillagának tekintve, minden tevékenységében ezt tükrözte le. Tehát a parlamenti tevékenysége az egy lenyomata, vagy következménye ennek az ő világlátásának, az ő hozzáállásának, de említhetjük itt azt is, hogy ő volt az, aki megalapította a Szociális Testvérek Társaságát 1923-ban, jövőre lesz 100 éves ez a ma is működő szervezet, és nem véletlen ugye a nevében is a szociális kérdés van kiemelve, és ugye talán amiről a legtöbben szokták ismerni Slakta Margitot, de ez is az ő mindenki iránt érzett szeretetének, és az ő nagyon mély Isten hitéből fakadó hozzáállásának a következménye az a zsidó mentő tevékenysége a vészkorszak alatt, és ugyanígy említhetjük azt, hogy a kommunista diktatúra alatt is kiállt az üldözöttekért, felszólalt a németek kitelepítése ellen, vagy az egyházi iskolák államosítása ellen. Tehát ő minden egyes korban, egész életét, hogyha végignézzük, akkor ő ugyanazokért állt ki, nagyon korszerű volt, nagyon maradandó azok az ügyek, amiért ő felszólalt, és azt hiszem, hogy hajlamosak vagyunk néhány témát, ami ma már mondjuk azt, hogy a nőknek van választójoga, vagy hogy a nők képviselők lehetnek, vagy politikusok lehetnek, ezt ma már azért olyan természetességgel kezeljük. De gondoljunk bele, hogy a két világháború között ez messze nem volt magától értetődő, és ő annak érdekében, hogy az általa fontosnak tartott ügyeket képviselhesse, politikai pályára is lépett. De mi terelte abban az időben őt erre? Milyen családi indíttatás volt az, ami miatt egyrészt a keresztény életutat, másrészt a politikai pályát választotta? Slakta Margit Kassán született még az 1880-as években, és egy előadás volt rá nagy hatással, amelyet Farkas Edit tartott, és igazából ez volt az, ami számára hát sorsfordító volt, mert innentől kezdve, már egész fiatal korától kezdve a szociális ügyek felé fordult. És először ezt egy szociális missziótársulat nevű szervezeten belül tette, majd, ahogy említettem, megalapította a saját szervezetét, és végig az volt a célja, akár a Szociális Testvérek Társaságának is, hogy az emberek között mozogjanak, tehát ne egy elzárt közösség legyenek, hanem az emberek között őket segítve legyenek, és ez nem zárja ki azt, és ebből is következik mondjuk a közéleti tevékenység, vagy a politikai tevékenység. De ami szerintem fontos, hogy mindenki lásson, az az, hogy
ezek akár a politikai tevékenység, akár az, hogy ő újságokat adott például ki, és azokat szerkesztette, vagy írásai jelentek meg, akár a szervezet alapítói tevékenysége, azok mind-mind ugyanabból a vágyból fakadtak, hogy a rászorulókat, az üldözötteket, az elesetteket, azokat, akik rossz szociális helyzetben vannak, vagy a munkásnőket például segítse minden lehetséges eszközzel. És azért az nagyon ritka szerintem, hogy valaki ennyire elhivatottan, ennyire kompromisszumokat nem ismerve, megalkuvást nem ismerve, egész életében kiáll a saját értékei mellett, és ő egyáltalán nem hódolt be a különböző változó korszellemeknek. Ugye ő egy hosszú életet élt, és ha megnézzük, akkor ő mindig ugyanazt mondta, ugyanazt képviselte, és mindez ugyanabból az Isten hitből, a krisztusi szeretet parancsából vezethető le. És a kiállításban az egyik fő idézet, ami olvasható Slakta Margittól, az pont az, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok politikus, összpolitikai tudásom a 10 parancsolat, de tudom, hogy ez az élet boldogulásának a titka. Tehát a politikai krédója is valójában levezethető volt a 10 parancsolatból, és pont ezért a nagyon nagy bátorságáért és önazonosságáért azt gondolom, hogy egy olyan alakja a 20. századi történelmünknek, akire érdemes büszkének lennünk, aki egy valódi példamutató életúttal bír, és ezért is Magyarországon most először látható róla kiállítás a Terrorháza Múzeumban. Február 9-én nyitottuk meg, ahogy említette, a legmodernebb magyar nő címmel ezt a kiállítást. És azért azt hozzátenném, hogy Slakta Margitnak a hamvai, azok tavaly decemberben tértek haza. Ugye ő az Egyesült Államokban hunyt el, mert a kommunista diktatúra elől emigrációba kényszerült a 40-es évek végén, és Buffalo-ban temették el, és azért az egy nagyon nagy eredmény, és egy nagyon nagy örömre ad nekünk okot, hogy hazatértek a hamvai Budapestre, és ez a kiállítás is azt szolgálja, hogy az ő neve, az ő tevékenysége, az minél többekhez eljuthasson, és minél többen ismerjék az ő. Tényleg a 21. században azt hiszem, hogy a mai korunkban szükségünk van olyan emberekre, akik az értékeikhez hűek, és akik példát tudnak ebben mutatni. És Slakta Margit azt hiszem, hogy vitán felüláll, hogy egy ilyen nagyon a saját értékeihez hű, és egy valóban mindenki számára tiszteletet követelő asszony volt. Ahhoz, hogy ezen tevékenységeket véghez vigye, és hogy kiálljon az elvei mellett, a civil élet is egy terepet nyújtott volna. Hogyan válhatott ő az első női országgyűlési képviselővé, és hogyan fogadták ezt a társak, a férfi társak? Hát nem volt könnyű dolga, azért ezt bevallhatjuk. Tehát nyilvánvalóan azért ez a korszakban szokatlan volt, és ugye az, hogy ráadásul ő egy világi apácaként lett az első női képviselő, az még adott ennek egy különlegességét, fogalmazzunk így. Úgyhogy sokat kritizálták természetesen, és sok, hogyha a parlamenti naplókat olvassuk, akkor abszolút sok megjegyzést, kritikát kapott, de ő pont az elhivatottságából fakadóan ezeket negligálni tudta, ezeket figyelmen kívül tudta hagyni. És ugye ne felejtsük el, hogy ő először 1920-ban, aztán majd a II. Világháborút követően 1945-től ismét parlamenti képviselő lesz. És ott már a kommunista diktatúra kiépülésével párhuzamosan egy nagyon tudatos lejárató kampány indul meg ellene.
amit aztán évtizedeken keresztül súlykolnak is Slakta Margitról, tehát volt egy nagyon negatív narratíva, amiben őt próbálták beszorítani. De hát nem véletlenül mondta rá az egyik képviselőtársa, hogy ő az egyetlen férfi a parlamentben. Tehát ez a fajta bátorsága, az, hogy például az egyházi iskolák államosítása ellen felszólalt, hogy nem énekelte el azt követően a himnuszt, hanem őve maradt. Tehát ő neki a környezet ilyen szempontból tudta magát függetleníteni ettől, és ez a belső erő, ami egyértelműen az ő nagyon mély Isten hitéből származott, ez számára mindig meg tudta teremteni a kapaszkodót. Vagy gondoljunk abban bele, hogy mekkora bátorság és mekkora elhivatottság kellett ahhoz, hogy amikor tudomást szerzett a szlovákiai zsidósággal kapcsolatos tervekről, hogy őket meg akarják semmisíteni, akkor egészen a pápáig, a szentatyáig ment el, és a pápától kapott audienciát, és az ő segítségével sikerült az akkori terveket megakadályozni, és időlegesen a szlovákiai zsidóság életét megmenteni. Tehát ez egy hihetetlenül, azt hiszem, hogy egy karakáni elemet vagy rajzol fel elénk, amiket most elmeséltem, hogy minden áron küzdött azért, amit ő helyesnek tartott, és teljesen mindegynek gondolta a másik ember világnézetét, származását, társadalmi helyzetét. Tehát ő azt gondolta, hogy mindenki ugyanolyan módon érdemli meg ugyanazokat a jogokat, ugyanazokat a körülményeket, amelyek mindenki mást is megilletnek. Tudta az emigrációban, ugye 49-ben kényszerült emigrációba, Amerikába ment, tudta bármilyen szinten folytatni a küzdelmét, a munkásságát, illetve milyen életet élt ott? Mindvégig vissza szeretett volna térni Magyarországra, tehát számára ez egyáltalán nem volt egy tudatos döntés, hogy ő el akarja hagyni a hazáját, ő vissza szeretett volna térni, próbálkozott is ezzel, de végül erre nem volt lehetősége. Folytatta amúgy a Szociális Testvérek Társasága egy nemzetközi szervezet, tehát nekik nem csak Magyarországon volt csoportjuk és szervezetük, hanem az Egyesült Államokban is már korábban kiépült több csoportjuk, tehát folytatta ennek a szervezését, még évtizedeken keresztül vezette is a társaságot, felszólalt és próbált a magyarok ügyéért tenni az Egyesült Államokban, de ez az időszak számára az elszakadás a hazától, ezt is, hogyha eljönnek és megnézik a kiállítást, akkor ezt is olvashatják, ezt az idézetet, hogy én a hazát itt hagyni nem akartam, tehát volt ebben egy nagyon nagy kényszerűség és egy fájdalom ebből a szempontból az ő részéről, és aztán az élete végén pedig már átadta a társaság vezetését másnak, és Buffalo-ban, ahogy említettük már, Buffalo-ban hunyt el. Úgyhogy ezt az életutat mutatjuk be a kiállításon. Részben nagyon sok fénykép látható, és az is nagyon érdekes szerintem, hogy mennyire kiül az ő arcára a személyisége. Tehát, hogyha végig böngésszük az ő fotóit, akkor ez a fajta jóság, ez a nyitottság, és ez a szeretettel teliség, ez egyértelműen tükröződik az ő róla készült fényképeken. Hallhatunk visszaemlékezéseket is a rendtársaitól róla, emellett idézeteket, az életútját megismerjük, és egy 1920-as filmfelvétel is látható róla, miután a mandátumát átveszi. Úgyhogy érdemes megnézni a kiállítást, mindenkit szeretettel várunk.
A legmodernebb magyar nő, Slagta Margit szerzetes nővér az első női országgyűlési képviselő életét bemutató kiállítás nyílt a budapesti Terrorháza Múzeumban. Erre invitált minket a kiállítás kurátora, Baconi Dorottya, a 20. század intézet igazgatója. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, viszont hallásra!